Jó estét kívánok, Önök a Magyar Világot látják a tartalomból. Anyák napi szentmisét és keresztszentelő tartottak a Kelebiai templomban. A magyar oktatás támogatásáért kapta 2020-ban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjátot sem adók. Aradon hoznák létre a II. Világháborúban elesett magyar hősök gyűjtő temetőjét. Híreink bővebben. Anyák napi szentmisét és keresztszentelőt tartottak a Kelebiai templomban. A kereszt a plébánia előtt áll, fából készült, éjszakára díszkivilágítást teszi láthatóvá. Teljesen megtelt a templom, a közös bevonulás után alkalmi dallamok tették igazán ünnepivé a misét. Ünneplőbe öltözött gyerekek, édesanyák, nagymamák várták felsorakozva, hogy bevonuljanak a templomba. Taskovics Noel is édesanyjával érkezett. Mint mondta, gyakran segít anyukájának a ház körüli dolgokban. Például a takarításba, abban nagyon sokat szoktam, akkor, hogyha elmenjek a boltba, vagy hogyha valamit ki kell vinnem apámnak. Az anyuka, Teodóra megerősítette, tényleg ilyen szorgalmas a fia. Jól is jön neki a segítség, pláne manapság, amikor egy nőnek, anyának több szerepben is helyt kell állni. Kicsit sok mindenre összpontosítanak, szerintem nagyon nehéz, de hát sose volt könnyű. Úgyhogy, de úgy gondolom, itt a 21. században azért összeszokunk. Ők is tényleg besegítenek, egy kicsit avval könnyebb most már, hogy sok mindent felfognak, de szerintem jó kis csapatot alkotunk. Az ünnepi misén az édesanyák és a nagyobb gyerekek együtt énekeltek. A kicsik ölben ülve hallgatták az alkalmi dallamokat. A misén egyúttal kereszt szentelőt is tartottak. Az új keresztet itt a plébánia, illetve a közösségi ház előtt állították fel. A célja pedig, mint ahogy azt az atya elmondta, egyértelműen az, hogy hirdesse, a 21. században is élnek itt keresztények. Voltak már a régi kereszténységben is ugye a nagy processziók, a nagy felvonulások, illetve a keresztállítások, amelyek jelzik azt, hogy itt keresztények élnek. És a 21. században is élnek keresztények, és az idén itt is, most is vállaljuk a hitünket. A fából készült kereszt Taskovics Ferencnek, a pasztorális tanács tagjának alkotása, akinek már több munkája is díszíti a templomot. A munkából oroszlán részt vállalt Szaniszló Attila is. A keresztbe lámpákat is beépítettek, így amint lemegy a nap, a világítás automatikusan felkapcsol. A magyar oktatás támogatásáért kapta 2020-ban a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége díjátot sem adók. Az imár több mint 70 éves szövetség nem csak Szlovákiában, hanem az egész Kárpát-medencében az egyik legnagyobb civil szervezetnek számít. Koncertek, kiállítások és bemutatók, kulturális rendezvények, társadalomismereti előadások – ez mind a csemadok munkáját dicséri. Az immár több mint 70 éve töretlen társadalmi és közművelődési szövetség tevékenységével a szlovákiai magyar nyelvű oktatást is segíti. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége pedig éppen ezért a támogató tevékenységért terjesztette elismerésre. Nagyra értékeljük ezt az elismerést, és természetesen ez arra kell a sarkaljon bennünket, hogy ezt elmélyítsük, ne formálisan tegyük ezt, hanem az ügy érdekében, tehát a gyerekek érdekében, a kultúránk érdekében, a fejlődésünk érdekében. A csemadok jelenlegi tagságának célja, hogy egy olyan generációt neveljen, akik magukénak érzik a szervezetet, akik ragaszkodnak magyarságukhoz, de sosem másokkal szemben helyezkednek el, hanem más értékeket figyelembe véve a sajátot nem adják. Teljesen más szándékkal hozták létre, de azért tudott megmaradni a csemadok, mert a csemadok soha nem a hivatalos elvárásoknak, tehát nem a pártnak, nem a kormánynak, nem az éppen hivatalos vonalvezetésnek akart megfelelni, hanem a saját tagjainak, a közösségnek. És ez mentette át a csemadokot. Bárhol a Kárpát-medencében, akár a Vajdaságban, vagy Partiumban, vagy Erdélyben, vagy Kárpátalján, bárhol, de akár más területeken is, ha azt mondjuk, hogy csemadok, tudják, hogy miről van szó. És azért tudják, mert bármilyen fölállás volt, bármilyen konstelláció volt, a csemadok mindig megtalálta azt a kiskaput, és megtalálta azt a belső indítatást, amely a megmaradásunkat, a nemzeti identitásunkat, az anyanyelvünket, a kultúránkat, a hagyományainak a megélését
szervezte és tette lehetővé. Ha az lesz mindig a mottója, és az lesz a legfontosabb jelszó, hogy a közösségnek akarunk megfelelni, és a közösségi érdeket akarjuk szolgálni, és nem az éppen uralkodó percemberkéknek az érdekeit, akkor Csamadok meg fog maradni. Magyarország miniszterelnöki megbízottja olyan bázisnak látja a Csemadokot, amely tábortűzként őrzi a magyarságot Szlovákiában. Szilárd támaszt adnak nem csak a felvidéki magyarságnak, hanem egész nemzeti szinten a magyarságnak, ahol nem számít az, hogy ki milyen pártállású, ki milyen foglalkozású, hanem egyszerűen csak az, hogy van egy közös érdek, van egy közös identitás, amit meg kell őrizni, és ezt ők szeretnék is továbbadni. A Csemadoknak jelenleg országosan közel 500 alapszervezete és több mint 53 ezer tagja van. Ezzel pedig nem csak Szlovákiában, hanem az egész Kárpát-medencében is az egyik legnagyobb civil szervezetnek számít. A tervek szerint a magyar-román határ mentén fekvő Aradon hozzák létre a II. Világháborúban elesett magyar hősök gyűjtőtemetőjét. Ide kerülnének többek között az 1944-es Tordai csatában elesett magyar honvédek földi maradványai is. A katonatemető ügyében csaknem 10 éve nem történt előrelépés Románia és Magyarország között. Korábban székelyföldi települések is szóba kerültek, mint a sírkert lehetséges helyszínei. Ezek helyett viszont a román fél a szorványnak számító Aradot javasolta. Arad önkormányzata a város egyik köztemetőjében kínált fel egy 500 négyzetméteres parcellát. A temetőben már nyugszanak a világháborúban elesett román, magyar, szerb és orosz katonák. Csak kezdő tárgyalások, tapogatózások vannak. Azonban én biztos vagyok benne, hogy Arad magyar közössége büszkeséggel fogja ápolni a világháborús hősi halottaknak az emlékhelyét, úgy, ahogy teszi ezt a 48-49-es forradalomban kivégzett hősi tábornokok, a 13 aradi mártír tábornok emlékhelyeivel is. A Magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum vezetői nemrég találkoztak a román hősök kultuszát ápoló hivatal képviselőivel Aradon, ahol szemrevételezték a lehetséges helyszínt. A tervek szerint a magyar hősök temetőjébe gyűjtenék össze a tágabb erdélyben levő, gondozatlan sírkertekből több száz magyar katona földi maradványait, valamint a leendő parcellába helyeznék örök nyugalomra a 2015-ben Kolozsváron kihantolt, az 1944-es Tordai csatában elesett mintegy 90 magyar honvédet is. Az exhumált csontok jelenleg a mezőpaníti temető ravatalozójában felcímkézett kis zsákokban várnak elszállításra. Összesen 170 gyermek kezdi meg szeptembertől az elemi iskola első osztályát Magyarkanizsa községben. A tiszamenti településen mind a három iskolában már megtörtént a gyerekek felmérése és beíratása. Befejeződött Magyarkanizsa községben a gyerekek első osztályba való iratkozása. Mindazok kezdhetik meg szeptembertől általános iskolai tanulmányaikat, akik 2014. március és 2015. februárja között született. A magyarkanizsai Jován Jovánovics Máj általános iskolában növekedett az elsősök száma. A jelenlegi adatok szerint úgy néz ki, hogy kicsivel több elsősünk lesz azokban az épületekben, azokban az iskolákban, ami a mi iskolánkhoz tartozik, vagy tartoznak. Így Velebiten egy új tanuló kerül a kombinált tagozatra, Adorjánon 10 új elsősünk lesz, Martonoson egy relatív nagy osztály, egy 20 tagú elsős osztály nyílik majd. Magyarkanizsán pedig összesen 79 elsőse számítunk. Ez azt jelenti, hogy 69 magyar tanuló és 10 szerb ajkú tanuló kezdi majd az első osztályt. A falvakban is megtörtént a beiratkozás, több településen is kisebb létszámú osztályokban folyik majd a tanítás. A Kárász Karolina általános iskolában Horgoson 37 gyermekre számíthatunk, Kispiacon pedig 14 tanulóval gazdagodik az első osztály. Az Arany János általános iskolában pedig Oromhegyesen 5, Tótfaluban 4, Ormon pedig 8 gyermek fog iratkozni első osztályba. Az illetékes azt is elmondta, hogy a számadatok azt mutatják, hogy Magyarkanizsán nőtt, viszont a falvakban csökkent az elsős gyermekek száma. Április végével lezárultak az alapiskolai beiratások a Felvidéken. Az összesített eredmények szerint Füleken enyhe csökkenés tapasztalható.
Április végével lezárultak az alapiskolai beiratások. Az összesített eredmények szerint Füleken enyhe csökkenés tapasztalható. Míg tavaly 77 gyermeket írattak be szüleik a magyar iskolák első évfolyamaiba, idén ez a szám 68. A város legnagyobb alapiskoláját, a második Kohár István alapiskolát jelenleg 574 diák látogatja. Jelen pillanatig 51 tanulónk van beiratva első évfolyamba. Ha az előző 4 év átlagát veszük, akkor az valamivel kevesebb, mert az előző 4 évben volt úgy, hogy 50-től kevesebb volt, de olyan is, hogy 60-tól több. Panaszra egy data nem ad okot, ugyanis már ez alapján kimerem bátran jelenteni, hogy 3 első osztályt tudunk nyitni jövőre. Az intézményben a szülőkkel való közvetlen kapcsolattartásra helyezik a hangsúlyt, amely jóval a beiratkozás előtt elkezdődik. Különféle kultúrműsorokra, sportversenyekre, nyílt napra hívják az iskolaköteles gyermekeket és szüleiket. Sajnos a COVID-helyzet miatt ez már tavaly is idén sem a megszokott formában történt, ezért új platformokon próbálják népszerűsíteni az intézményt. Fülek másik magyar tanintézménye a Mocsári Lajos Alapiskola, melynek jelenleg 316 diákja van. Az eredmények szerint 2 nap alatt 17 szülő választotta gyermekének ezt az iskolát. Online is bejelentkeztek hozzánk gyerekek természetesen, és remélem, hogy fognak is még, de az biztos, hogy ez a pandémia nagyon-nagyon hátra tette nekünk most az egészet, akár a tanulást, akár a beiratkozást. Az intézmény erőssége az inkluzív befogadó oktatás, melynek feladata, hogy biztosítsa a tudás elsajátítás, a készségek, képességek megszerzésének, fejlesztésének konstruktív ösztönzési folyamatát a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeknél. A Losonci járás teljes szervezettségű iskolái közül Ragyolcon 15, Nagydarózban 5, Losoncon 7 elsőst várnak szeptemberben. A környező falvak kisiskolái javarészt 10 alatti gyermeklétszámmal indítják az első osztályokat szeptemberben, kivéve Sídet, ahol 16 gyermeket írattak első évfolyamba. Véradási akciót tartottak Magyar Kanizsán. Összesen 42 önkéntes adott vért, ebből 8 új véradó. Ebben a hónapban már 3. alkalommal szervezték meg a Knessa Oktatási és Művelődési Intézményben a véradási akciót. Sokan érkeztek a helyszínre, egyre több fiatal jelentkezik véradónak. Habonyi Marcell és G. Nacsa Lucia először adott vért. Segíteni az embertársaimon, akik rászorulnak esetleg, és ennyi. Hogyan jött az ötlet, hogy véradó legyél? Mondta az egyik osztálytársam, hogy lehet jönni, és úgy gondoltam, hogy megpróbálkozok. Így önzetlenül tudunk segíteni embereknek. Sose tudni, hogy nekem mikor lesz ilyenre szükségem, úgyhogy így gondoltam, hogy... Fontos az akcióban való részvétel, ugyanis vérre mindig szükség van, mondják a szakemberek. Tavalyi évben 792 adag vért sikerült begyűjtenünk a véradóinktól, ami azt jelenti, hogy Vajdaságban a 3. vagyunk, ami a községeket illeti, a Ingyia és Bácska-Pallánka előzött meg bennünket, tehát a 100 lakosra Magyar-Kanizsa községbe 3,13 véradás jut, ami egy átlagon fölüli számnak minősül. A Magyar-Kanizsai Egészségház is csatlakozott az önkéntes véradók toborzásához. Mivel hogy az egész országban a COVID-helyzet miatt sajnos a vérellátmány nagyon lecsökkent, valójában nem elégíti ki a lakosság szükségletét, tehát a kórházakban, transzfúziós osztályokban. Ezért mindig is, mint dolgozók is támogattuk, de a lakosságot is nagyon szépen kérjük, hogy bármilyen nehéz most ebben a helyzetben eljutni a véradó pontokra, mégis tegyék meg, ha egészségesek, adjanak vért és mentsenek vele életet. Magyar-Kanizsa községben egyébként a legtöbb akcióban résztvevő aktív véradó egy oromhegyesi férfi, aki 105 alkalommal adott vért. Közép-Európa legfiatalabb harangöntője Várhosszú réten idén 52 harangot készít. A részletek következnek. Az idén 52 harangot készít Közép-Európa legfiatalabb harangöntője Várhosszú réten. Kiszáradt az agyagréteg, úgyhogy jöhet rá a következő. Rárakjuk a sablont, ami adja
formának az alakját. A svájci megrendelésre készülő egyik harang formájának magján dolgozik a 23 éves Szlizs Róbert harangöntő. Eddig 11 ilyen öntőforma készült el. Az 52 harangból álló harangjáték minden eleme, a billentyű és tartószerkezetek is ebben a műhelyben készülnek, a Rozsnyóhoz közeli Várhosszúréten. Ez lesz Svájc legnagyobb, 2,5 tonna ösztömegű harang együttese. Egy nagy kihívás. Ilyen nagy projekten nem dolgoztam, olyan nagy harangokon. Eddig a legnagyobb harangom 150 kilós volt az Angliába, ment múlt éven, és itt a legnagyobb harang lesz 400 kilós, meg több kisebb, például 280-180 kilós, hogy több nagyobb harang is lesz, meg teljesen 6 kilós harangig egész skála. Ezek az egyedi középkori eljárással készülő harangok akár 1000 évig is szólhatnak. Középkori technológiával dolgozom, úgyhogy a öntőformákat én agyakeverékből készítem, és azt is kellett kitalálni, hogy mi az a jó agyakeverék, mert ott az agyakeverék tartalmaz lótrágyát, emberi hájat, homokot, az minden azt teszi, hogy az agyak ne repedjen, ne hújjon szét, és azt is kellett kitalálni, ilyen saját receptúrát. Az, ami volt középkori technológiával öntve az agyakba, agyak nagyon jó szigetel, úgyhogy az a harang nagyon szépen lassan kihűl. A struktúrája az anyagnak teljesen más, a hangja is sokkal, sokkal szebb, ilyen vidámabb. Az a harang, ami homokba van öntve, az olyan élet nélkül. Hangzása a harang alakjától és vastagságától is függ. Ez egy 9 kilogrammos kis harang, de a profilja vékony, ilyen barok alakú. Ez pedig egy harangjátékhoz való kis harang, teljesen magas hangzással, magas frekvenciával. És ez az az érdekes, hogy nehezebb, mint az a harang, és az ilyen hangú. Ez 13 kilós harang. A díszítő elemeket Robert párja készíti. A harangok hangolására egy hollandiai műhelyben kerül majd sor. A méhviaszt felmelegítjük és szétöntjük a formán, de hogy ne legyen nagyon vastag a viaszréteg, elsimítjuk egy szerszámmal. Megvárjuk, amíg kihűl, és ha kiveszem a betűket, azok egyenesen a harangokra kerülnek, mondja a harangöntő segédje. A fiatalember harangok iránti vonzódása 3-4 éves korában kezdődött, és 15 évesen döntött el, hogy harangöntő szeretne lenni. Az évi fiú mestere kitüntetéssel rendelkező Robert családjában senki nem űzte a mesterséget. Ő is autodidakta módon, illetve egy spanyolországi képzésen sajátította el a szakma alapjait. Első harangját 18 évesen öntötte. Műhelyében barátnője mellett édesapja segíti a munkát. Náluk fiúról apára száll a mesterség. Minden készlet, ami hozzá szükséges a harangformák készítéshez, meg kemence, meg minden, úgyhogy ezeket a dolgokat saját kezével készítsük, és akkor ezekbe segítettem. Öntés közben, meg bármit, ami kellett, ami hozzátartozik, ilyen technikai dolgokba segítek neki. Amit tudok én a harangöntészetről, azt tőle tanultam. Tevékenységükkel az idén 20 éves Gömöri Kézművesek Társulását is gazdagítják. Nagy örömmel tölt el, hogy a hosszú idő alatt, ez a 20 év alatt kinyújt a kezünk lett egy generáció, akik komolyan veszik most már kézmességet, akikkel azt hiszem sikerült megszeretetni ezt a számunkra, meg mindenki számára fontos tevékenységet, kézmes alkotást, örömét, szeretetét. Robi a mi csoportunkban, a társulásunkban egy komoly, szép színfoltja, és nagy-nagy örömmel tölt el, hogy itt tevékenykedik a falunkban, és folyamatosan tudjuk követni a tevékenységet és munkásságot, és természetesen támogassuk is. Gazdagodik nem csak a társulat, egész Gömör és egész Karva medencei agyársága is. A lengyelországi, angliai, romániai és szlovákiai alkotások mellett Magyarországon Hajdúnánás református templomának, valamint Kompolt trianoni emlékművének harangjátékai is Szlizs Róbert nevéhez kötődnek. Egy éven belül pedig az 52 harangot tartalmazó harangjáték is útra kell Várhosszúrétről.
Szent László és Radnóti Miklós életútjáról tartott előadást Tóth Péter Lóránt versvándor a magyar kanizsai általános és középiskolás gyerekeknek. Az előadás interaktív játékos módon vonja be a gyerekeket egy lovagi tornába, de különböző ügyességi feladatok elé is állítja őket. Játékos irodalmi és történelem órán vehettek részt a Horgosi Kárász Karolin általános iskola tanulói. Szent László és Radnóti Miklós élettörténetét ismerhették meg közelebbről. Hát nekem mindegyik tetszett, de különösen a játékok voltak a legjobbak. Az egész tetszett az előadás, hogy mi is beszéltünk, hogy játszottunk mindenki. Jobb volt így játékosan megtanulni? Igen, és ez sokkal jobb, mint egy, nem tudom, átlagos óra, vagy bármi. Tóth Péter Lóránt már nem először jár magyar kanizsán. Visszatérő vendég, kinek előadását mindig pozitívan fogadják és értékelik, mint a gyerekek, mint a tanárok. Minden esetben szükség van, viszont most a járványhelyzetben különösen, hiszen nagyon kevés módunk adatik arra, hogy játékos formában taníthassuk a gyerekeket, interaktív formában, illetve mindig időszűkében vagyunk, hiszen a rövidített órák nagyon kevés lehetőséget adnak arra, hogy a szűk tananyag, a bő tananyag előadása mellett interaktívan is foglalkozzunk egy-egy témával. Tóth Péter Lóránt elmondta, Szent László a csodákra hívja fel a gyerekek figyelmét, míg Radnóti Miklós életútja mindenki számára egy megrendítő történet. Úgy építettem fel az előadást, hogy részt vegyenek a gyerekek egyfajta lovagi tornán, ilyen ügyességi feladatokat, gyakorlatokat csinálunk benne, és hogy beszéljek, meséljek a csodákról, mert sajnos most olyan csodák nélkül világban élünk, és nagyon várjuk már, hogy visszakapjuk a régi életünket, és azt gondolom, hogy nagyon fontos arról beszélni, ahogy itt most említettem a gyerekeknek a végén, hogy persze a testünkre most nagyon kell, oda kell figyelnünk, és nagyon védenünk kell, de hát azért a lélekről se feledkezzünk meg. Az előadás sorozat a Magyar Kanizsai Knese Oktatási és Művelődési Intézmény szervezésében és a Magyar Kanizsai Önkormányzat támogatásával valósult meg. Május 1-től újra megnyitja kapuit a Füleki Vármúzeum. Az intézmény munkatársai néhány újdonsággal is készültek a Fülekre érkező turisták számára. Sok szlovákiai múzeumhoz hasonlóan újra nyitja kapuit a Füleki Vármúzeum. Az intézmény egyelőre állandó kiállításaival várja az érdeklődőket. A Bebektorony három szintjén a Fülek környéki gerinces ősmaradványokat bemutató tárlat mellett megtekinthetőek a környék történelmét bemutató tárgyak, melyeket különböző korabeli rekonstrukciók tesznek érdekesebbé. Mint például a Persin feltárt avarszláv temető egyik férfi sírja, a bronzkori ünnepi női viselet, vagy II. Kohár István utolsó várkapitány korhű öltözéke. A történelmi tárlatot gazdagítja az elmúlt évtizedben zajló régészeti feltárások új leletanyaga is. 2018-ban az intézmény két a Várhegy sziklájába vájt föld alatti folyosót nyitott meg, melyekben a II. Világháború helyi vonatkozású emlékeit bemutató kiállítás található. A négyzetméterek alapján a Bebektoronyba 23 ember tartózkodhat, a légoltalmi helyekben vagy légóvó helyekben, amik a vár alatt találhatók, abban 13 ember, aztán a kézműves házba, vagy más néven a borházba egy ember tud tartózkodni, ez egy kisebb helység, majd a Városi Múzeum galériába 3 ember, és az állandó kiállításaiban a Városi Múzeumnak 9 ember. A járványügyi előírások értelmében a belterekben kötelező az FFP2-es respirátor, a külterekben pedig az egyszerű szájmaszk használata. Mivel a múzeumokat csak egyénileg lehet látogatni, ezért az idegenvezetés egyelőre nem biztosított. Látogatóknak be kell tartani az aktuális járványügyi rendelkezéseket a regionális és a COVID automata alapján. Ennek függvényében kérünk minden látogatót, hogy használja azokat a fertőtlenítő szereket, amiket szétraktunk az intézmények különböző pontjain. Ezen kívül negatív PCR vagy antigén teszttel kell érkezni a várba. A Vármúzeum munkatársai néhány újdonsággal is készültek a Fülekre érkező turisták számára. Új fotópaneleket helyeztünk szét a várba, vagy ilyen történelmi társasjátékok is elhelyezésre kerültek. Ezek a történelmi társasjátékok és a fotópaneleknek köszönhetően reméljük, hogy érdekesebb lesz kicsit a várnak a megtekintése. Ezen kívül a Bebektorony állandó kiállításában egy ilyen újdonság
történt, hogy háromnyelvésítettük a tarjfeliratokat. Látogatható továbbá a Városi Honismereti Múzeum állandó kiállítása, mely végigköveti a város történetét a 17. század végi újratelepítéstől az 1960-as évekig, bemutatva a helyi nemesség és iparosság tárgyi emlékeit és a környék katolikus lakosságának kulturális örökségét. Az első időszaki kiállítás május 18-a és augusztus 6-a között lesz látogatható, amelyen Péter Tibor füleki modellező II. Világháborús haditechnikát bemutató modelljeit lehet megtekinteni. A füleki vár május 1-től a megszokott nyitvatartással és jegyárakkal várja az érdeklődőket. Ennyi fért mai adásunkba, várom Önöket a jövő héten is itt, a Magyar Világban. A viszontlátásra!